Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez már a harmadik előadás az Imádság, mint életforma című előadássorozatnak, amely az ifi imahétnek az anyaga. Ezen alkalommal egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, amely azt tagolja, hogy milyen is a hozzáállásunk, amikor imádkozunk. De ezt a témát sem egyedül szeretném megbeszélni, hanem nagy szeretettel köszöntöm a vendégeimet, köszöntöm nagy szeretetei és Robertet, aki lelkipásztorként szolgál. Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntünk mindenkit, aki megnézi ezt a kis műsort. És újra köszöntöm Szörcs Dávidot is, aki első éves teológus hallgató az Adventus Egyetemen. Örvendek, hogy itt lehetek. Hát egy, gondolom elég aktuális téma ez is, hogy hogyan is kell hozzájunk, mikor imádkozunk. Van egy alapszövegünk is, az hogy szól, az mond, nem egy hozzáállást, és lássuk, hogy vajon csak a tanulmány során majd rájövünk, hogy vajon csak ez az egyetlen módja, hogy hozzákeljünk az imádkozáshoz, vagy nem. Dávid, megkeretlek, hogy olvasd el a Zsoltárok könyve 95. fejezet 6. versét. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr, ami alkotunk előtt. Igen, ez egy elég gyakorlatias bibliaszöveg, nem? Tehát mi is szoktunk leborulni a gyülekezetbe, és meg gondolom az esti ágy mellett is, vagyis mielőtt nyugovóra térünk, olyankor is leszoktunk térdelni, vagy mikor felkelünk. Hát a tanulmány mégis egy érdekes történettel kezdi az anyag átbeszélését, amivel fogunk foglalkozni, és lehet, hogy a fiúk közül már egyesek látták, vagy hallották, bár már elég régi történet, egy 2016-os eset, amikor egy 5 éves kisfiú, amint a képen is láthatjuk, egy nylon zacskót tart, amelyik úgy csíkos, mintha az argentin mez lenne, és rajta írja, hogy Messi, és hogy 10. És ez a kép eljut majd Lionel Messihez is, és a gyerek nagy örömére kap egy ajándék trikót is, ami alá van írva, ami gondolhatjuk, hogy nagy érték, és egy foci labdát is, de nem csak ennyiben marad az ő meglepetése, amit kap az ajándék, hanem rá rövid időre Messi ott játszott Dohában, amikor még a Barcelona játékosa volt, és a gyermek, ahogy hamarosan a videóban is láthatjuk, nagyon ragaszkodott hozzá. Tehát, ahogy említettem, most nézzük meg ezt a rövid videót, és utána folytatjuk a mi adásunkat. Szeretettel köszöntök újból mindenkit. Hát láttuk, hogy mennyire ragaszkodik a gyermek Messihez, és nem akar, tehát a meccs már kellene kezdődjön, és nem akar elmenni. Szerintetek lehet ilyen a mi kapcsolatunk Istennel is, hogy annyira akarjunk hozzá ragaszkodni, vagy hogy vágyjunk
annyira, mint a gyermek akart messzéhez hasonló lenni, hogy mi is Jézushoz hasonlóak legyünk. De el lehet érni ezt a szintet, hogy egy ilyen erős vágy legyen, mint egy 5 éves gyermek életében láthatjuk. Már lehet már 6 éves volt, mikor történt, de 5-6 éves. Arra gondolok, hogy nem csak hogy lehetséges, talán még ennél erősebb kapcsolat is lehetséges lenne, mert ebben az esetben egy olyan személyhez ragaszkodik, akire felnéz, aki példakép, akit lehet, hogy nem csak ő ismer, de igaz, hogy csak névlegesen, és esetleg a televízióból, az internetről, hanem mások is, és ők is esetleg felnéznek erre az emberre. Viszont az Istennel való kapcsolatunkat az erősítheti meg, hogy mi nem csak rajongunk valakiért, aki csodálatos dolgokat tett, hanem nekünk lehetőségünk van megismerni személyesen őt. Na képzeljük el, hogy ez a gyermek hogyan ragaszkodott volna az ő példaképéhez, ha őt személyesen is ismerte volna, nem csak a televízióból, vagy ahonnan lehetősége volt látni a focistát. Viszont nekünk lehetőségünk van, a Biblia azt tanítja, és hiszem, hogy legalább néha az életben kezdtük is megtapasztalni azt, hogy nekünk lehetőségünk van megismerni személyesen Istent. És még ha érezzük is, hogy nem tökéletes az a kép, amit kialakítottunk, még ha nem is tökéletes a kapcsolat, amit kialakítottunk, de hiszem, hogy van már tapasztalatunk arról, hogy lehetséges. És ez talán még inkább úgy vonz bennünket Istenhez, és ugye a lábai elé vetjük magunkat sokszor, mert a fejünkben van az információ, amit tudunk róla, hogy a világegyetem teremtője, fenntartója, és mindamellett ott van az is, hogy ő személyesen keres téged és engem. És tudván azt, hogy néha lehet nem vagyunk a legbüszkébbek magunkra, lehet nem vagyunk a legelégedettebbek magunkkal, ő annak ellenére, sőt, talán még olyankor még inkább keres bennünket és próbál kapcsolatot alakítani. Tehát igenis az az érzésem és az a hitem, hogy nem csak ilyen, hanem még ennél mérehatóbb kapcsolatot is kialakíthatunk Istennel, mint amit itt láttunk a kis videóban. Dávid, neked van ehhez hozzáfűzni valód, vagy? Én szerintem Istennel egy jóval mérehatóbb kapcsolatot vagyunk képesek kialakítani, mint ugye a gyerek messzivel szemben. Az ő rajongása is tulajdonképpen abból adódik, és mikor mi is rajongunk valakikért, példaképeinkért, akikre nyilván felnézünk, és hozzá hasonlókká szeretnénk válni, hogy látjuk őket vagy tévében, vagy hallunk róluk a hírekben, és ez bennünket inspirál, hogy mi is hozzájuk hasonló nagy dolgokat vihessünk egyszer talán majd véghez. De az Istennel való kapcsolatunk ettől abban tér el, hogy mindamellett, hogy mi rajongunk is Istenünkért, adatott számunkra az ima, ami egy hidat képez köztünk és Istenünk között, és ima által személyesen meg is ismerhetjük azt a személyt, aki bennünket ilyen szinten inspirál. Igen, és még azt látom különbségnek, hogy Isten törődik velünk. Hát adja a szent lelket, főleg ha mi kérjük, hogy munkálkodjon a szívünkben, akkor segít abban, hogy hozzáhasonlóvá legyünk. Míg messzi nem, nincs ott a gyermek mellett, hogy tanítsa, lehet, hogy esetleg ad pénzt, és akkor azáltal segíti, de Isten nem olyan, hogy magunkra hagy. Tehát ő mindig törődik velünk. Ebben látom a különbséget. Még azt tenném hozzá, hogyha lehet, eszembe jut az Úr Jézus és Péternek az egyik párbeszéde, egy Péter számára kellemetlen kérdésből álló beszélgetés, igazából azért válik kellemetlenné, mert sokszor megismétli az Úr Jézus, hogy szeretsz engem. És egy magyarázatot hallottam ezzel kapcsolatosan, lehet, hogy teológiailag vannak mélyreható magyarázatok, de megragadta a figyelmemet egy írónak a magyarázata, hozzáállása, aki valahogy úgy értelmezte,
hogy mindaddig ezt a kérdést feltette az Úr Jézus Péternek, amíg Péter nem csak úgy válaszolt, hogy rajongva szeretlek, hanem végre úgy válaszolt, hogy igenis ismerve szeretlek téged. Tehát a rajongás és az ismeret, az egyik nem zárja ki a másikat, viszont ismeret nélkül a rajongás az nem több annál, mint amikor lehet a kedvenc sportcsapatunknak szurkolunk. Amikor ismerve szeretünk valakit, akkor az jelenti a legmélyebb kapcsolatot, amit csak egyszerűen el lehet képzelni. Mert az azt jelenti, hogy nem csak egy olyan ok miatt szeretem a másikat, amit esetleg felületesnek lehet nevezni, hanem azért választottam, mert megismertem. És mindazzal, amit megismertem benne, ugye emberek között jóval is rosszal is, de amikor az Istennel való kapcsolatról beszélünk, akkor csak a sok jóval, akkor mindezt, amikor megértjük, és megszeretjük Istent valójában úgy, amilyen, akkor egyszerűen az ember nem tehet mást, mint hogy őszintén leborul előtte, és már nem csak rajongva, hanem valóban ismerve kitárja szívét, és kapcsolatba kerül Istennel. Nagyon köszönöm ezt a hozzászólást, tényleg ez sokat mond, hogy tényleg, hogy ismerve, hogy ismerjük Istent, és akkor úgy tudunk egy helyes kapcsolatot kialakítani. A Biblia megemlít egy ilyen szemét, akinek hiszem, hogy ilyen kapcsolata volt Istennel, Jósafát királynak a történetét, aki egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, tudjuk a második kronika 20. fejezetében, hogy az országok ketté szakad, jön a hír, hogy jönnek a moabiták, de nem csak ők, hanem jönnek az ammoniak is, két nemzet, aki közeled, és mit tesz ilyenkor a király? Hogy olvastátok, vagy hogy tudjátok, hogy mi az ő válasza? Megijed, vagy valamit tesz, mert kapcsolatban van Istennel? Azt látjuk ebben a történetben, hogy Jósafát Istenhez kiált. Hajlamosak vagyunk néha ítélkezni, hogy aki Istenhez kiált, azért teszi lehet, mert utolsó esély nincs más. És tényleg eszembe jut Szigeti bácsinak ez a megfogalmazása, hogy az úgynevezett, ja Istenem, keresztények. Amikor bármi baj van, akkor Istenhez térnek. De Jósafáttal más a helyzet, ő azért tud ilyenkor Istenhez térni, mert ő ezelőtt is kapcsolatot ápolt Istennel. És tudja, hogy igazából neki Istenre szüksége van. Sőt, a Biblia azt is tanítja nekünk, hogy Istentől segítséget kérni, az nem csak egy előjog számunkra, hanem gyakorlatilag egy isteni parancsnak a teljesítése, mert Isten kéri azt, hogy jöjjünk hozzá a jó idők és a szorongatások közepette is. Tehát egy őszinte ember nem kell rosszul érezze magát azért, mert egy bajban Istenhez kiált, mert ez Istennek a kérése. Sőt, még hogyha rájön arra, hogy esetleg előtte nem úgy élt, hogy esetleg most joga lenne Istenhez jönni, akkor is jöjjünk Istenhez. Mert ezek a szorongatási időszakok, ezek sokszor lehetőségek arra, hogy kijavítsuk azt, ami volt a múltban. És hogyha esetleg régebb, amikor minden jól ment az életben, nem kerestük Istent, akkor most ez egy lehetőség Istennek a részéről, hogy akkor most változtassunk. Hogy hozzátérünk most, amikor baj van, és ha mi valóban megértjük, hogy ő szeretetből segít nekünk, akkor ha visszajönnek esetleg a jó idők, mi akkor is maradunk majd Isten mellett. Igen, és nekem nagyon tetszik, ahogy fogalmaz Jósafát, hogy ó Uram, Atyám Istene, nem Te vagy egyedül Isten a mennyben, aki a népek minden országán uralkodsz. A Te kezedben van az erő és hatalom, és senki sincs, aki megállhatna veled szemben. Tehát lássuk, hogy Jósafát emlékszik arra, hogy milyen Isten, és azt is tudja, hogy milyen hatalmas, hatalmasabb, mint minden nemzet, vagy bármelyik királynak
bármely országnak az uralkodója, és vajon élhetünk mi is ennek a tudatában, hogy Isten hatalmas a minden bajunknál, minden olyan dolognál, amit már azt hiszük, hogy nincs menekvés, de tudatában élhetünk egy olyan életet, amelyikben tudatában vagyunk, hogy minden mögött Isten áll? Eszembe jut Lev Tolsztojnak az egyik idézete, melyik azt mondja, hogy Istenhez imádkozni kell, a parthoz evezni. És rávilágít ezzel arra, hogy vannak dolgok, amelyeket Isten tőlünk kér, hogy mi tegyük meg. Itt is Jósafátnak azt mondja, hogy ti álljatok veszteg, itt most ezt kellett csinálják, hogy ne csináljanak semmit, mert Isten majd küzd helyettük. De vannak helyzetek, amikor Isten például valami sokkal gyakorlatilasabb dolgot kér. Gedeontól például nem azt kérte, hogy álljon veszteg, hanem hogy 300 katonával ugye mentse meg Izraelt. És ez az üzenet számunkra inkább az ebből, hogy ne keverjük össze a kettőt, amit nekem kell megtenni, és amit Istennek kell megtenni. Az üdvösségem érdekében is ő az első lépéseket megtette, és a lehetőséget biztosította. De amikor nekem kell lépni, amikor tőlem kér valamit, és ugye nem azért kéri, mert ő nem tudná megtenni, de ez egy előjog, hogy munkatársként tekint ránk. És hogyha kér tőlünk valamit, akkor tekintsünk úgy is, hogy mekkora előjog, hogy a világegyetem teremtője munkatársául fogad és kér tőlem valamit. Ezért, amit én kell megtegyek, azt tegyem meg én, amikor meg Isten azt mondja, hogy hagyjam, mert az ő sora jön, akkor hagyjam, hogy dolgozhasson ő az életemben és más életében is úgy, ahogy ő akar. Köszönöm szépen az idézetet is, ami sokat mond, és hogy tényleg láthattuk, hogy Isten nem mindig egyformán válaszol a kérésünkre, az imáinkra. Hát a tanulmány bemutat egy elég érdekes módszert is, hogy hogyan tudunk emlékezni arra, hogy több fajta ima van, és különböző bibliaszövegeket is említ ezekhez az imádkozási módokhoz. Fel tudnánk sorolni, hogy melyek ezek? Tehát mint a kezem van a hüvelykúj, a mutatóúj, a középsúj, a gyűrűsúj és a kisúj, mindegyik jelöl valamit. Kezdjük a hüvelykújjal. Mit jelöl? Egy olyan dolgot jelöl, amit nagyon sokszor kifelejtünk. Ez nem más, mint a dicséret. Már csak azért is a dicséret sokszor a rövidebbet húzza, mert néha a hálaadással is összekeverjük. És van egy alapvető különbség a kettő között. Dicsőítjük Istent azért, aki ő, és hálát adunk azért, amit adott nekünk. Na most fontos az is, hogy ne csak arra kerülne a hangsúly, amit kaptam Istentől, hanem a dicséret alkalmával magára az adakozóra kerül a hangsúly. Ugye nekünk se esik jól, hogyha megajándékozunk valakit, és csak az érdekli mindig, hogy mit hozunk. Hogyha még néha az is érdekli, aki hozta, és velünk is szóba áll, ugye jól esik. Ezért egy olyan dolog, amit soha nem szabad kifelejteni, mert az ima nem más, mint kapcsolattartás Istennel. Nem csak egy köszönő levelet írunk, amivel elismerjük mindazt, amivel megajándékozott bennünket, hanem elsősorban kapcsolattartás. Ezért a dicsőítés soha nem maradhat el. Igen, és egy Zsoltárt elolvashatnánk, például a Dávid, hogyha felolvastad a Zsoltárok könyve 34. fejezetnek a második versét. Igen. Áldom az Urat minden időben. Dicsérete mindig ajkamon van. Igen, köszönöm, és Robert, te már rávezettél a második újra is, a mutató újra, amelyik a hálaadás. Itt is legalább egy szöveget említsünk meg, ugyancsak Dávid, hogyha az 1 Korintus 15:57-et felolvasnád. De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Említetted, hogy az első is elég nehéz, de azt hiszem, hogy melyik a középsúlyat jelöli, az a legnehezebb, mikor, hát ahogy láthatjuk, hogy bűnvallomás és bűnbánat. Tehát én ezt látom a legnehezebbnek, hogy tényleg beismerjük, hogy bűnösök vagyunk, és hát meg is bánjuk azt, mert általában akkor vétkezünk, mikor valami nekünk valamit jót, amit önző módon nem veszük figyelembe Istennek a törvényeit, és olyasmit teszünk, olyankor vétkezünk általában. Vagy tudjuk, hogy rossz, de engedünk a kísértésnek, és mégis szintén, hogy látjátok, hogy könnyű, hogy ez tényleg ugye az imának a központja legyen a bűnbánat, a bűnvallás. Nem könnyű megtenni azért, mert az ember soha nem ismeri be szívesen azt, hogy tévedett. Ha mások is tudják, akkor annál nehezebb, de sokszor még magunknak se vagyunk nagyon hajlandóak elismerni, hogy tévedtünk. Viszont nagyon sok gyönyörű példánk van a Szentírásból, a bűnvalló imádsággal kapcsolatosan. Ott van Dávidnak az imája, az 51. Zsoltár, az egyik legszebb ima, amelyik ugye miután vétkezett Betsabéval egy gyönyörű bűnbánó imádságot mond Dávid. Vagy ott van Dánielnek az imádsága, amikor nem is csak a saját bűneiért, hanem az egész nép bűneiért esedezik, és kéri Istent, hogy legyen irgalmas, mert tudja, hogy ők, mint nép vétkeztek, és magát sem menti ki, bár ő különleges Isten emberei között, de nem menti ki magát sem, hanem magát is beleérti Izrael népébe, elismeri, hogy vétkeztek Isten ellen. És igen, azért is van talán a középen ez, mert egy kapcsolat akkor lehet élő, hogyha nem seprünk a szőnyeg alá dolgokat. Nem mehetünk előre Istennel úgy, hogy beismerem, hogy tévedtem, de valahogy most már lesz, megyünk tovább. Ezt nekünk rendezni kell. Egy másik emberrel való kapcsolatban is, ha megbántottam, bocsánatot kell kérni. Megbocsátunk, főleg ha jó barátok vagyunk, elfelejtjük, megyünk előre, de tisztázni kell. Nem mehetünk úgy tovább, hogy gyűl a szemét a szőnyeg alatt. Ahhoz, hogy meg tudjunk bízni egymásban, szükség van arra, hogy letisztázunk mindent. Ezért az Istennel kapcsolat sem lehet más. Hogyha tévedtem, nem azért, mert csak kötelesség, de ha kapcsolatként fogom fel mindazt, ami köztem és Isten között van, akkor csak így mehetünk egyszerűen előre ismét, hogyha tisztázzuk a dolgokat. Dávid felolvastad a példabeszédek 28. fejezet 13. versét. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Milyen sokat mond ez a szöveg is, és így, ahogy mondtad, Robert, úgy van. Melyik a következő, melyik az utolsó előtti, a gyűrűs újt, mi jelöli? És mit jelöl a gyűrűs új? Hát ugye a közben járó ima következik. Szeretnék felolvasni egy ígerészt. A Timoteushoz írott első levél, 2. fejezet első verse. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Azért ezt az ígét választottam, mert amúgy nagyon sok lenne, mert itt arra is kér Pál apostol, hogy ugye nem csak, hogy mindenkiért kell imádkozni, hanem különös módon megemlíti azokat, akiket a mai világban inkább csak kritizálni szoktunk, de lehet néha az nem fordul meg a fejünkben, hogy azért imádkozunk is értük. Könnyű észrevenni, hogyha valami az egyházban is, vagy a politikai életben nem működik jól. És könnyű hibásokat találni, de itt arra kér bennünket, igazából Isten kér Pál apostolon keresztül, hogy azért mondjunk egy-egy imát is értük. Mert akit Isten megbízott valamilyen feladattal, és főleg ilyen helyzetben, amikor elöljáróként bízta meg, nem könnyű. Ezért
mondjunk közben járó imát ezekért az emberekért is, és igazából bennünket is meg fog változtatni az, hogyha nem csak kritizálva közeledünk másokhoz, hanem imádságos lélekkel tárjuk Isten elé ezt a problémát is. Nagyon szépen kifejezted, és melyik, Dávid, az utolsó, amelyik a kis új? Ezek volnának a személyes kéréseink. Tudnál egy szöveget is megemlíteni? Máté evangéliumából fogok olvasni, a 21. rész 22. versét. Mindazt megkapjátok, amit imádságban hittel kértek. Hát azért a hitünk nagyobb legyen, mint a kisújunk, de mégis a kéréseink, hogy nézzük a kezünket, lássuk, hogy az egy kisújunk, az egy kisebb, tehát több kellene legyen. Tehát a legfőbb, én úgy látom, hogy a középsőjünk a leghosszabb, tehát a bűnbánatot kéne legjobban gyakoroljuk, ahogy említettük, hogy az van a központban, de ugyanúgy a többi is nagyon fontos, és ne hagyjunk ki azért egyiket sem, mert ugye a Isten magasztalás nagyon fontos, látunk rengeteg zsoltáros a szövegeikben dicséri, magasztalja Istent, meg máshol is találunk példákat, és ha ő méltó, vagy ha valaki méltó, akkor Isten biztos, hogy méltó, hogy magasztaljuk. Fontos, hogy tényleg kifejezzük a hálánkat, hogy ne legyünk azért olyanok, akik csak kapunk, és nem fejezzük ki a hálunkat. A következőt már említettük, a közbenjárás, imád seker magyarázni, ahogy említettük, hogy mennyire fontos, és sokszor azt hiszük, hogy nincs értelme, de hány olyan eset van, amikor valaki azért kerül újból kapcsolatba Istennel, vagy lehet csak akkor kerül kapcsolatba, amikor valaki imádkozott érte. És a személyes kérések is nagyon fontos, hogy olvastad, nagyon örülök, hogy ezt az ígét választottad, hogyha hittel kérjük, akkor Isten meg tudja adni, ami az ő akarata szerint, amit van. Hát, hogy látjátok, hogy mi fontosabb, mikor imádkozunk, az, ahogy hozzáállunk, hogy térdelünk, vagy milyen lelkületben vagyunk, vagy a szavak, amiket mondunk. Melyiket látjátok fontosabbnak, Dávid? Szerintem mindkettő eléggé fontos, de hogyha választanom kérne, akkor inkább a lelkület volna, mivel az, hogy milyen lelkülettel imádkozunk, befolyásolja a mi gondolatmenetünket is, ezáltal a szavakat is, amiket használunk. Igen, és Isten nem egy betanult imákat vár el tőlünk, adta a mi atyánkot, de azt egy példaként adta, nem? Tehát, hogy elvárja a saját szavainkkal. Fejezzük ki a kéréseinket. Robert, hogy látod? Egy kis történetet tennék hozzá ehhez a dologhoz. Anthony de Mayo-nak van egy története, amelyik egy cipészről szól, aki elmegy a rabbihoz, és elpanaszolja, hogy nincs ideje reggeli imát úgy megtartani, ahogy tudja, hogy kell, és ahogy szeretné. Azt mondja, az emberek, akik hozzájárnak cipőt javítani, szegények, csak egy pár cipőjük van, elhozzák este a cipőt, egész éjjel dolgozik, hogy reggel az emberek tudjanak munkába menni. És azt mondja, mivel ilyen sok a munkája, és szeretne szegényeken segíteni, sokszor nincs ideje imádkozni. Azt mondja, van, vagy röviden, nagyon röviden elmond egy imát, és folytatja is a dolgát, vagy egyszerűen nem teszi le a munkát a kezéből, de olyankor is érzi, hogy a lelkiismerete bántanás, hogy minden egyes kalapácsütéssel úgy szólna a lelkében, hogy milyen nyomorult vagyok, és milyen rossz ez a helyzet, hogy még imádkozni sincs időm, mert mindig a más munkáját kell végezzem. És segítséget kell a rabbitól, hogy mit is tegyen. És a rabbi azt mondja, hogy tudod, ha én lennék Isten, akkor néha ezeknek az őszinte sóhajtásoknak jobban örvendenék, mint egy valóban megtanult imádságos szertartásnak a véghezvitelében. És sokszor ezt kell eszünkbe jusson, hogy nem csak a szavak számítanak, amelyet használunk, hanem az, hogy azok a szavak legyenek őszinték.
Mert amikor találkozunk a barátunkkal, akkor nem vesszük elő a beszélgetésnek a forgatókönyvét, amit általában két jó barát el kell mondjon egymással, hanem épp megbeszéljük azt, ami a szívünket nyomja. És minden ott van a helyén. Tehát amikor bocsánatot kell kérni, akkor nem kéréssel jövünk a legjobb barátunkhoz, amikor meg szükségünk van valamire, akkor meg nem kezdek más témát mondani, hanem mindig azt mondom, amire épp szükségem van. És ez egy őszinte kapcsolatnak az ismérve, hogy őszintén azt tudom elmondani, ami épp nyomja a lelkemet. És ha ezt nem felejtjük el, akkor a mi ima életünk is megváltozhat, mert nekünk beszélgetni kell Istennel. Ezért nem mindig az előre megírt és előre jól kigondolt szavak a fontosak, hanem az, hogy merjem el azt elmondani, amit sokszor még magamnak se vagyok hajlandó beismerni. És akkor van lehetőségem arra, hogy a vele való párbeszédben, kapcsolatban én magam is fejlődhetek. Köszönöm szépen. Hát még egy utolsó előtti nehézebb kérdést felraknak azért, hogy honnan tudhatjuk, hogy mikor kell hagynunk Istent, hogy harcoljon értünk, vagy mikor kell tényleg, hogy böjtöljünk és imádkozzunk, és tegyünk mi is valamit annak érdekében, hogy még jobban kérjük lényegében az Isten segítségét. Lehetséges érezni ezt, vagy hogy hogyan kellene hozzájunk ehhez, hogy Isten készséges harcolni értünk. Mindig csak várjuk, hogy ő tegye meg a lépést, vagy mi is kell tegyünk valamit szerintetek. Ha az imára gondolunk, akkor itt az a szöveg jut eszembe, hogy szüntelen imádkozzatok. Én azt hiszem, hogy a két dolog nem zárja ki egymást. Az, hogy én megteszem az én részemet, ez nem zárja ki, hogy akkor én most dolgozok, nem pedig imádkozok. Ha teszek is valamit Istenért, azt tehetem imádkozva. És ha én folyamatosan kapcsolatban vagyok vele, akkor könnyebben és inkább tiszta lesz számomra az, hogy mikor kell én akcióba lendüljek, és mikor kell Istenre hagyni. Ne csak a megszokott ima alkalmaink legyenek, hanem legyen az egész életünk egy folytonos kapcsolattartás Istennel. Akkor úgy érzem, hogy könnyebb, mert másképp folyton csak abból fog állni az életünk, hogy megint későn értem haza, megint későn keltem fel, megint nem tudtam úgy imádkozni, ahogy érzem, hogy kellene, de hogyha az imának a lelkülete az mindig elkísér engem, akkor nem lesz azzal gondom, hogy eldöntsem, hogy mikor kell nekem imádkozni, és mikor kell Istenre várni, hanem tudni fogom, hogy Isten folyamatosan hajlandó engem meghallgatni. Ez a jó olyan szempontból, hogy bármilyen ismert emberhez, befolyásos emberhez ugye időpontot kell kérni. Na, Istenhez nem kell. És ha mi szüntelen készen vagyunk mondani neki valamit, ő mindig készen van meghallgatni. Hát köszönöm a választ, és egy utolsó kérés, amiben, hogyha még esetleg hozzá szólnátok az előző kérdéshez is, hát tudtok-e idézeteket, vagy ti tudtok mondani egy olyat, ami az imával kapcsolatos? Itt a tanulmány megemlít egyet, ami egy kicsit újra sokat mondó, és lehet, hogy megmosolyodtat egy ismeretlen szerzőtől, azt olvashatjuk, hogy ha többet hoz az élet, mint amit el tudnál viselni, borulj térdre. Tudtok hasonló idézetet, vagy van saját tapasztalatok, amit el tudnátok mondani? De hallottam egy barátomtól egy gondolatot egyszer, és azt mondta, hogy akkor imádkozzunk, amikor nincs időnk rá. Azért, mert az esetek túlnyomó részén lefoglal bennünket a munka, meg a saját gondolataink, és azt mondjuk, hogy nincs időm leülni, hogy most tényleg szívből imádkozzak Istenhez, de talán pont ekkor kéne időt szakítanunk arra, hogy igenis összekulcsuk a kezünket, vagy hogyha nem is, akkor legalább gondolatban kérjük az ő segítségét. Köszönöm. Robert? Nekem is egy hasonló gondolat jutott eszembe.
Ha jól emlékszem, Müller Győrtől származik az idéz, ugye az Árpák atyának is nevezik őt. Azt mondja, hogy annyi dolgom van ma, hogy nem kezdhetem a napot csak 2-3 óra imádkozással. Gyakorlatilag minél több dolga volt, minél nehezebb volt az élet, annál többet imádkozott. Egy felhívás számunkra, hogy minél több a dolgunk, ne az ima idejéből vágjunk le, hanem annál többet imádkozzunk, hogy legyen erőnk mindent elvégezni úgy, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Hát remélem, hogy ezeket a mondásokat alkalmazni is tudjuk a mi életünkben, és fogjuk. A nézőket is megkérem, hogy tényleg próbáljuk Istent első helyre tenni, és ne egy utolsó opcióként forduljunk hozzá, hanem őt tegyük első helyre. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ezt a témát átbeszélhettük. Viszont várlak majd a következőbeli adásokra is. Szeretettel elköszönünk a nézőktől is, és szeretnénk egy olyan zenedarabbal elbúcsúzni, amelynek a címe Te felemelsz. Előadja Kovács Renáta és Szilágyi Adrián. A viszontlátásra!